Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket az InfoTV eheti Nézőpont című adásában. A téli hónapok általában a megfázásos betegségek, a felső légúti fertőzések, az influenza járvány időszaka, így teljesen értelemszerű, hogy ebben az időszakban beszélgetünk mi is ennek a műsornak a keretében arról, hogy hogyan tudnánk az immunrendszerünket erősíteni, egészségesebben táplálkozni, és úgy egyáltalán egészségesebben élni. És mivel Magyar Kanizsán március elején került megrendezésre az első magbőrze, melynek egyik előadója dr. Csicsor János volt, ezért őt kértem meg, hogy legyen a stúdió vendége, és neki szegeztem az előbbiekben felvetett kérdéseket. Kedves János, üdvözlöm itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Mielőtt az első kérdést feltenném, engedje meg, hogy a kedves nézőinknek is bemutassam Önt egy kicsit részletesebben. Hiszen ezzel szeretném jelezni, hogy szakavatott ismerője annak a témának, amiről beszélni fogunk. Dr. Csicsor János vegyészmérnök, kutató és termékfejlesztő, a Magyar Huminsav Társaság elnöke. 2007-ben Magyarországon az év vállalkozója volt. Az egészséges táplálkozás és a természetes gyógymódok, valamint a fenntartható mezőgazdaság alternatíváinak kutatója. És biztos vagyok benne, hogy a magyar kanizsaiak is emlékeznek a vörös iszap katasztrófára, ezt azért elég nehéz kitörölni az emlékeinkből. Bizony a katasztrófa során szennyezett talajok helyreállítása kapcsán is felmerült az Ön neve, a huminsavak segítségével megoldhatóvá tette ezt a problémát. Kedves János, térjünk azért vissza az eredeti témára, mégpedig arra, hogy ha már ilyen megfázásos időszakban vagyunk, vagy egyáltalán felmerülhet, hogy a védőoltást felvettük, illetve nem vettük fel, akkor mi mindent tehetünk, akár vitaminokkal, mondjuk legyen ez az első kör, az egészségünk erősítéséért. Hát igen, ugye nagyon sok információ zúdul az emberekre, most vírus ide vagy oda, meg oltástól függetlenül is. A reklámokba, a médiákba ugye mindig elhangzik az immunrendszer, erősítsük az immunrendszerünket, hogy a B-flórában van az immunrendszer központja, és meg hogy vitaminok, meg ásványanyagok, de érdemes erről beszélni, mert szerintem az emberek nagy része nem nagyon tudja ezt hova tenni, vagy igazából, hogy ott hogy is néz ki, tehát egyáltalán mi az, hogy immunrendszer. Ugye, mert akkor kezdjük itt. Kezdjük, igen, mi az, hogy immunrendszer. Ugye az anatómiában, biológiában tanuljuk, mi az, hogy máj, mi az, hogy szív, tudjuk, hogy hogy van, hol van, mekkora, hogy néz ki. De az immunrendszer az ilyen megfoghatatlan, mert azt nem tudjuk bemutatni, hogy na, itt van az immunrendszer. Ugyanis az immunrendszerünk az a minden sejtünkben tulajdonképpen jelen van. És egy kicsit ilyen fantom szervnek, vagy szerv, mondhatjuk szervnek, igen. És gyakorlatilag ugye kívülről, a testet kívülről ért támadásoknak a kivédésére lett kitalálva, mondhatjuk így is, az immunrendszerünk. És nagyon-nagyon zseniálisan és hatékonyan működik, hogyha megkapja a szervezet azokat a tápanyagokat, meg azokat az anyagokat, amiből az immunrendszerünk fel tud épülni. Ugye azt is sokat halljuk, hogy az immunrendszerünk központja az a vastagbélben van. Ez is olyan furcsán hangozhat, hogy hát hogy nem egy szerv, hogy a bélben van az immunrendszer, tehát ez ilyen is ilyen kicsit ilyen érdekes kérdés. És hát mostanában ez egy új tudományág kezd lenni, ez a mikrobiom, a bennünk élő B-flóra, a bennünk élő baktériumoknak a fontossága. És hát most röviden talán úgy lehet elmondani, hogy a vastagbélben élnek a bennünk élő baktériumok mondjuk 90%-a, az a vastagbélünkben él, és ezeket úgy kell elképzelni, mint egy ilyen vegyi gyár. Ezek legyártják azokat a nem csak az immunrendszer, hanem a vitaminok nagy részét a bélflóra állítja elő, a hormonrendszerünknek, vagy a hormon erőanyagoknak a nagy részét a bélflóra állítja elő, és az immunrendszer védekező anyagait is a bélflóra termeli. Most, hogyha ebből az is következik, hogyha a bélflóra nincs jó állapotban, vagy ezek a baktériumok el vannak gyengülve, vagy
rossz állapotban vannak, akkor nem tudják ezeket az anyagokat előállítani. Uh-huh. Tehát akkor nincs vitamin, hormonrendszer is fejreállt, és az immunrendszerünk sem működik jól. Tehát innen érdemes ezt a kérdést megközelíteni, és ha ezt tovább visszük, akkor a következő logikus kérdés, hogy igen, és akkor egyáltalán hogyan van ez, hogy mi az, hogy bérflóra, meg mi az, hogy baktériumok. Erről is egy kicsit majd érdemes beszélni, de előtte még az immunrendszerhöz. Tehát az immunrendszerünk véd meg bennünket mindenféle probléma. A vírusoktól, a baktériumoktól, a fertőzésektől, mindentől az immunrendszer véd meg bennünket. És ezt is így ki lehet sarkítani, hogy a világtörténelem során még nem született olyan orvos vagy gyógyszer, ami meggyógyított volna valami betegséget. Az immunrendszer gyógyít, és mi az immunrendszeréket tudjuk segíteni. Tehát ha mi tudjuk akár gyógyszerekkel, akár oltásokkal előidézni azt, hogy az immunrendszer jobban működjön, akkor az immunrendszer meg fog bennünket védeni. Mert hogy az elsődleges cél az nem a betegség kezelése lenne, hanem az okának a megszüntetése. Megelőzés, így van, így és van. Az előzetes felkészülés arra, hogy ne is legyünk betegek. Így van. Ez a legfontosabb része, hogy sajnos a úgynevezett modern, én időzőjelbe tenném azért, modern orvostudomány, az gyakorlatilag ezzel foglalkozik, a tüneteket kezeli. Nem foglalkozik azzal, hogy mi az oka a problémának, hanem hogy mi a tünet. Tehát ha fáj a fejed, vegyél be egy fájdalomcsillapítót. Igen, és meghatározott forgatókönyvek szerint gyógyítanak az orvosok. Így van. És akinél nem, vannak, igen, ugye? És akinél nem válik be, ott általában zsákutca szokott lenni. Így van, hiszen és akkor megpróbálnak egy másik megoldást, ugyanígy egy, ugye van ABC verzió. És hát ez azért az elmúlt mondjuk 50 vagy nem tudom hány év, ami alatt ez az úgynevezett gyógyszer feliráson alapuló orvostudomány működik, hát nem az bizonyítja, hogy ez működik. Uh-huh. Hiszen most láttam ilyen statisztikákat, például az Egyesült Államokban egy jó néhány éve elkezdett csökkenni az átlag életkor. Tehát hiába messze a legtöbb pénzt költenek az amerikai egészségügyre, hát nem működik. Ugye, hát egy csomó gyógyszert, ott írnak fel a legtöbb gyógyszert, ott most már én el is képettem, ez a kb. 60 védőoltást kap egy felnőtt ember, mire felnő, és nem működik. Az emberek elhisztak, betegek, nincs immunrendszerük, hamarabb meghalnak, tehát ez kezd kiderülni, ez egy zsákutca. És akkor a megelőzésben. A megelőzés, van a lényeg. Így van. Ugye ez általában is igaz. Hogy tudjuk erősíteni az immunrendszerünket. Igen, az immunrendszert kell erősíteni, és akkor ő majd megoldja a problémát. Mert ő van intelligens, az a génjeinkben benne van, ő tudja, hogy hogyan kell ezt kezelni. Uh-huh. Hogyha mi őt segítjük. Tevőlegesen mi mit tudunk tenni? A legtöbbet talán a B-flóránkért tudnánk tenni, ezt mindjárt külön majd erről kicsit beszélünk, a B-flóránként, illetve ami így a köztudatban bent van, a vitaminok, ásványi anyagok. Ugye ez a patikákból is kaphatók, a vitaminok, ásványi anyagok. János szorgalmazza egyébként a szintetikus vitaminok, ásványi anyagok bevitelét, vagy hát, inkább egy városi embernek, élelmiszerpárti, gyümölcspárti? Hát, ez igen, ez megint az ember rávágná azt, hogy persze, hát gyümölcs, zöldség, gyümölcs, de ha kicsit elkezdjük ezt is megkapirgálni, akkor hát milyen ez a zöldség, milyen ez a gyümölcs, hányszor volt az permetezve, mi van abban benne, génmódosított, nem génmódosított, tehát itt megint jönnek elő a problémák. Jó, értettem, akkor most térjünk vissza oda, hogy elmegyünk a gyógyszertárba, és választunk valamit. Igen, hát a gyógyszertárakban is, meg az ilyen bioboltokban is, én mondom, vannak jó vitaminok, vannak jó ásványi anyagok. Most az, hogy egy vitamin szintetikus, az nyilván nem olyan hatékony, mint a nem szintetikus. Most akár csak itt a C-vitaminra gondolok, hogy az a legismertebb vitamin, meg a legfontosabb is. Hogyha azt szerves kémiai reakcióba előállítják, akkor annak nagyjából, most nem megyek ebbe bele, a fele hatékony, a fele másik fele nem, mert olyan vegyületformák keletkeznek. De ha azt már egy fermentálás során, tehát baktériumokkal termeltetik a C-vitamint enzimekkel, Az már jó, az már nem szintetikus, az már biológiai aktív. Tehát érdemes elbeszélgetni a gyógyszerészekkel, mielőtt választanánk. Igen. Tehát ha rá van írva mondjuk, hogy L-aszkorbinsav, akkor az valószínűleg az jó. Uh-huh. És igen, többi vitamin is ilyen.
érdemes utána nézni egy kicsit, hogy az milyen forrásból származik, de azért alapvetően a boltokban kapható vitaminok azért azt mondom, túlnyomó többsége azért jó. Engem az, általában az szokott a vitaminok kapcsán elbizonytalanítani, hogy nekem, mint laikusnak nem sok ismeretem van a felszívódásról, és a párosítások lényegességéről és fontosságáról, igen, mit mivel kell bevenni ahhoz, hogy hasznosuljon is a szervezetben. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert hiába szedjük a vitamint, hogyha nem szívódik föl, akkor, nem, akkor csak kidobtuk a pénzt az ablakon. Itt ugye vannak erre előírások, az Európai Uniónak vannak ilyen számai, hogy mit tudom, mennyi az ajánlott napi beviteli érték egy-egy vitaminból vagy ásványi anyagból, hát azok általában messze alatta vannak annak, ami ténylegesen azért szükséges. Ezek nagyon alul vannak becsülve, mit tudom, C-vitaminból ugye 80 mg per nap. Hát az gyakorlatilag semmi. Semmi. 1000-1500 azért kéne, pláne egy ilyen influenzás időszakban. De ettől függetlenül, ha a vitaminokkal erősítjük az immunrendszerünket, az jó. 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 Itt olyan készítményeket kell persze keresni, amik egyrészt, ha mondjuk ilyen multivitamin készítményekben minden benne van. Mert azért a gyártók egy része szívesen csinálja azt, hogy van A, B, C, D, mindenféle vitamin külön-külön, és akkor ugye hát vedd meg ezt is, azt is, azt is, amelyikben meg együtt benne van, sokkal hatékonyabb lenne, meg hát pénztárcát is jobban kimélni. A vitaminokkal kapcsolatban még egy nagyon fontos dolog van, hogy ásványi anyagok kellenek mellé, meg ásványi anyagok, nyomelemek, mikroelemek, mert azok a szervezetüknek, vagy a szerkezetüknek a része, tehát például, hogy most említem a cinket, az egy fontos mikroelem, a cink az 8-10 féle vitaminnak is, meg enzimnek is a szerves része, tehát cink nélkül nem fog jól felszívódni, nem hasznosabb biológiailag. Tehát magyarul a vitaminokat akkor szedjünk, ha ásványanyagot is szedünk mellé, és akkor az úgy a kettő együtt már egészen jól fog működni. Érdekes, hogy épp a cinket említette, pont a koronavírus kapcsán merült fel, hogy talán a legfontosabb nyomelemünk, amit tudunk használni ahhoz, hogy esetleg védve legyünk, amennyiben lehetünk. Ez messze így van. A másik, hogy az sem mindegy, hogy ezek az ásványanyagok megint csak milyen vegyületben vannak. Ezeket általában ilyen szerves komplexekbe érdemes nézni. Hát ez már azért nem olyan könnyű ezt megalapítani. Ha az ember megnézi az összetevőket, akkor azért rá van írva, hogy mondjuk a cinket nem cinkoxidként kell, hanem mondjuk valami szerves komplexként legyen benne, mert az is sokkal hatékonyabban felszívódik. És tehát ezzel tudjuk segíteni az immunrendszerünket, ezt egy városi embernek nem nagyon van sajnos más lehetőség, mint hogy elmegy, megveszi ilyeneket. Ennél egy hatékonyabb módszer lenne, hogyha az előbb említettem, hogy a B-flóra is megtermeli ezeket a vitaminokat, hogyha a B-flóránkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy meg tudja termelni ezeket a vitaminokat belülről. És akkor erre olyan lehetőségünk vannak, hogy meg kell erősíteni a bélflórát, tehát fel kell szaporítani a jó baktériumokat, mert ez úgy néz ki, hogy a bél csatornába, tehát a szájtól a vastagbélig élnek ezek a baktériumok bennünk, csak számszerűen 10-szer annyian vannak, mint mi, tehát nem lehet ezt csak úgy lesöpörni, hogy ez nem fontos. Hát a baktérium sejtek száma 10-szer annyi, mint az emberi sejtek száma. Most ez azért már érdekes kérdés, ugye, hogy akkor mennyire fontosak. Sőt, ha még azt mondom, hogy a baktériumok által képviselt gének száma meg 100-szor annyi, mint az emberi gének száma. Tehát bizonyos folyamatokat az emberi szervezetnek a sejtjei nem is tudnak kezelni, csak a bennünk élő bacik. Tehát ez egy olyan szimbiózis, ha élünk a baktériumokkal. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy ez ilyen ősi szövetség, hogy millió évekre visszamenő szövetség, hogy mi tápláljuk őket, ők pedig megvédenek bennünket. Most, hogyha mi ebben az is, ha mi nem tápláljuk őket, akkor ők nem tudnak bennünket megvédeni. Tehát ez azért fontos ez a táplálás, mert élnek bennünk káros baktériumok is. Igen. Tehát van azért, ugye, ha valamit szabályozni akarok, bármilyen folyamatot kell, egy plusz meg egy minusz. Tehát kell, ők is fontosak, a káros baktériumok, mert ők tudnak jelezni, hogyha baj van. Uh-huh.
Csak nem szabad engedni, hogy túlszaporodjanak a szervezetünkbe. Probiotikumok segítenek? Igen, mert a probiotikumokkal tudjuk táplálni a jókat. Ugyanis olyan ravaszul van ez kitalálva, vagy zseniálisan, hogy a tápcsatornában a káros baktériumok vannak elől. Tehát először az étel rajtuk keresztül megy át. És amit ők találnak benne energiaforrást, azt ők ki eszik belőle. És csak a maradék jut a jóknak. És mi a káros baktériumoknak a legfőbb energiaforrása? A cukor. Tehát, hogyha ők cukrot találnak az ételbe, azt ők azonnal megeszik. És a jóknak már nem marad energia, szegények éhen halnak. És ezek a prebiotikumok, a rostanyagok, azok, amiket a káros baktériumok nem tudnak lebontani, nem tudnak belőle energiát kivonni, hanem csak a jók, tehát az átmegy rajtuk, és a jók tudnak abból energiát termelni. Tehát ezért nagyon fontos a rostanyagok, a prebiotikumok fogyasztása, mert ezzel a jó baktérium kultúrát erősítjük, és a jó baktériumok között vannak olyanok, amiknek az a dolga, hogy rendet csináljanak a B-flórában, tehát hogyha túlszaporodnak a rosszak, akkor azokat rendbe teszik, elnyomják. És ez egy zseniális, több ezerféle baktérium bennünk, hanem tízezer, mert vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy több tízezerféle baktérium bennünk. Ez csak még most a tudomány csak ezt kezdi így sejteni, vagy kapizsgálni a felszínét ennek az egésznek, hogy ez mennyire fontos kérdés a baktériumok. De azért egyébként már a görögök is ezt tudták, hiszen elmondták már a Hippokratész idejében is, hogy a halál a belegbe lakozik. Ezt már ők tudták. Ősi tudásból elég sokkal kellene rendelkeznünk. Igen. Nem biztos, hogy mindegyik tudatos, és nem biztos, hogy mindenki rendelkezésére áll. És akkor most visszakapcsolok, hogy mondja, hogy a tudomány mennyit ismer el, vagy mennyiről van tudomása. Valahol így állunk az ásványi anyagokkal, a nyomelemekkel is, hiszen 80-90-es számot olvastam valahol, és a hivatalos közlésekben pedig ennek töredéke szerepel, mint hivatalosan elismert. Hát ez az úgynevezett modern, megint csak idézőjelbetéve, modern intenzív mezőgazdálkodásnak a következménye, hogy az elmúlt 50-100 évben ugye az intenzív gazdálkodás következtében az egész táplálkozási láncból drasztikusan eltűntek az ásványanyagok, mikroelemek. És ezek azért fontosak, mert ezt nem tudja előállítani a szervezet. A vitaminokat előállítjuk, de egy vas vagy egy cinket nem tud előállítani a baktérium se. Tehát azt kívülről lehet csak bevinni. És ha nem adunk a baktériumok meg az enzimek működéséhez elegendő ásványanyagot, mikroelemet, akkor hiába gyártja le őket a B-flóra, nem fognak tudni működni. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdés ez az ásványanyag mikroelem. És ugye először egy Linus Pauling nevű kétszeres Nobel-díjas kémikus foglalkozott ezzel, mert ő már meg tudta mérni, tehát át olyan szinten a méréstechnika az analitikai kémiába, hogy meg tudta mérni, hogy egy élő szervezet normális működéséhez 80-90 féle ásványi anyagra van szükség. Ő mondta ki ezt először. Egyébként az, hogy civilizációs betegség, ezt a fogalmat is ő alkotta meg. Meg az ortomolekuláris táplálkozásnak is az atya. Tehát ő ezt kinyilvánította. Na most, ha megnézzük, hogy a mai világunkban honnan van nekünk egyáltalán esélyünk arra, hogy ennyi fajta ásványanyagot magunkba juttassuk. Ha bemegyünk egy patikába, ott is azt látjuk, hogy hát ha tízet mondok, az már sok. Az sok. Hogy tízféle ásványanyagról lehet egyáltalán beszélni. Sajnos az Európai Unió törvényileg sem tesz lehetővé többet, mint 15. Uh-huh. És akkor milyen lehetőségünk van? Ugye elvileg a tápanyagból kéne bejuttatni magunkba, de miután a szántóföldi kultúrák van, a talajokat sikeresen sterilizáltuk, gyakorlatilag semmilyen biológiai élet nincsen a szántóföldi talajainkban, eltűnt a humuszréteg, gyakorlatilag eltűnt ezzel együtt az ásványi anyag is. Tehát megint csak egy városi ember nagyon nem jó helyzetben van ilyen szempontban, mert a boltba vett zöldségből, gyümölcsből biztos, hogy súlyosan hiányoznak az ásványanyagok, tehát ezt megint csak kívülről kéne pótolni. És akkor érzem, hogy a mi egészségünk erősítésére is szükség van, de a talaj egészségének erősítésére is szükség igen. van? Hiszen a talajt azt egy élő lénynek kéne tekinteni, ugye földanyánknak a lényege, és hát abból élünk.
minden onnan indul. Tehát amit a talajon megtermelünk, az kell a tányérunkba. És ha már a talajon hiányzik, akkor az végig megy az egész táplálkozási láncon, tehát a gabonákba, ha az állatok megeszik a gabonát az állatokba is, meg az emberbe, úgyis mint csúcs ragadozó, az emberből is hiányzik az ásványanyag mikroelem. Hát ez ugyanaz a láncolat, mint amikor a génkezelt termékekről beszélünk, amikor itt Szerbiában volt botrány az aflatoxin kapcsán a tejben, és akkor kiderült, hogy de hogy kerül a tejbe egyáltalán, akkor már vissza kell vezetnünk, és a legelőkön kötünk ki így valahol. Van. Valahol minden úton a talajokra vezet. Minden oda. És ha ez egy normális szerves gazdálkodás lenne, mint egy évszázadokig, évezredekig így élt az ember, hogy ez egy körforgás volt, tehát mondjuk, ami nem égette el a szerves anyagot, hanem visszajuttatta, élő flóra volt a talajokba, ez működött, akkor nem volt hiány. De most nem is pótolják, tehát a szántóföldi kultúrákban csak nitrogén, foszfor, kálium, nincs mikroelempótlás, vagy ha egyet-kettőt pótolnak is, hát ez nagyon kevés. De lehetne? Lehetne. Jó. Lehetne. Fontos lenne, meg hát a szerves anyagot növelni, de hát azt is csak akkor lehetne, ha a talaj mikroflórát, tehát a talajban élő baktériumokat is helyzetbe hoznánk. Na de hát ha nincs humusz, meg növényvédőszerekkel meg is öljük a baktériumokat, akkor nem tudnak nekünk termelni szerves anyagot, meg vitaminokat, mert nem tudják felszabadítani az ásványi anyagokat, mert egyébként ott van a talajban, csak a növény nem tudja felvenni, mert nincsenek mikrobák, amik feltárják felvehető formába, vagy a humuszhoz kössék. A magbőrzén erről is szó volt? Igen, erről is. És hát itt mindenképpen meg kell említeni a huminsavakat, amik a humusz, a huminsavak, ez ugye, akik talajjal foglalkoznak, ezt nyilván ismerik ezt a fogalmat, de sajnos a talajainkból a humusz is, meg a huminsavak is drasztikusan eltűntek az elmúlt mondjuk 50 évben, és nem sok helyről lehet ezt pótolni. De van olyan forrás a természetben, mintha a földményánkhez tudta volna, hogy ez egyszer majd szükség van lesz rá. Vannak olyan természetes huminsav lerakódások, amikből ki lehet vonni a tiszta huminsavat, és ezzel a huminsavval együtt ezeket a hiányzó mikroelemeket oda lehet adni a növényeknek. Tehát ezeket a huminsav alapú termékek tartalmazzák, ugyanis ugye a huminsavak azok a növényekből keletkeznek, az elhalt növényi részekből, az úgynevezett humifikáció során, ami geológiai értelemben mért bomlás, több millió évig tart. Ugye ennek az első fázisa az élő növény, aztán a tőzeg, a lignit, a barna szén, a fekete szén, és a végén a gyémánt, mert az is növényből van. 20 millió év alatt alakul ki. És a huminsavak ebben a folyamatban keletkeznek, a tőzeg fázisban, a lignit, és a barna szénben már kezd elbomlani, a fekete szénben már egyáltalán nincs huminsav. Viszont amikor ezek a növények keletkeztek, több százezer éve, millió évekkel ezelőtt, nem voltak környezetvédelmi problémák. Tehát azok a növények fel tudtak venni minden ásványi anyagot, amire nekik szükségük van, és ez lett konzerválva ezekben ezt ásványtanilag úgy nevezik, hogy leonárdit. Ezek ilyen külszíni bányákban, olyan 4-6 méter mélyen a föld felszín alatt vannak ezek a lerakódások. Nem sok ilyen van a világban se, de mi például Magyarországon van az egyik legjobb ilyen minőségű leonárdit bánya a Bakonyba. De véges? Hát véges, úgy véges, hogy van 20 millió tonna. Tehát nem kevés. Nem kevés. De hát az idők végezeteig az sem lenne elég. Tehát itt egy tudatos felhasználása kell ezeknek az anyagoknak, hogy el kéne indulni azon az úton a mezőgazdaságban, hogy a fenntarthatóvá tenni újra ezt az egész mezőgazdaságot, bevezetni a szerves anyagot a gazdálkodásba, ami a mi ilyen huminsavas termékeink kapcsán, én azt szoktam mondani a legtöbbször a gazdáknak, hogyha folytatja ezt az intenzív mezőgazdálkodást, hogy növényvédőszer meg csak mit rágya és rombolja a talajt, akkor most magam ellen beszélni, akkor ne vegyen huminsavat, mert csak elpazarolja. Tehát azt olyan tudatos embereknek kéne komplex használni, akinek az a célja, hogy ebből előbb-utóbb talajt akarok csinálni. Uh-huh. És jó pár év az átállás, az oké,
de a folyamatnak abban az irányba kell elindulni, hogy én előbb-utóbb abból talajt akarok csinálni, tehát ott mikrobiológiai élet legyen, szerves anyag legyen, és akkor ilyen katalizátornak, vagy ilyen starternek ezeket a humussavakat viszont nem lehet kihagyni, mert ezek nagyon gyorsan beindítják a folyamatot. Kicsit eltávolodok az eredeti témánktól, de nagyon érdekel, hogy maga körül János mit tapasztal? A jelenlegi mezőgazdászaink, akik most működnek, élnek és dolgoznak, ők nyitottak erre? Egyre fontos többen. Nekik a fenntarthatóság? Igen. Egyre többen vannak, ugyanis nagyon sokan eljutottak oda, és ez az év, hát sajnos meghozta azt a kegyelemdöfést nekik a műtrágya árak kapcsán, hogy tényleg el kell gondolkodni. Bizony, hát eddig... Ukrajna és Oroszország a legnagyobb. Az is, meg hát ugye már az évelején elindult, hogy négyszeresén ment fel a műtrágya ára, meg ez csak egy dolog, de nincs is. És ugye mondjuk, itt a Vajdaságban is több mint 10 éve foglalkozunk ezzel. Itt azért elég sokan belevágtak ebbe, és ezt nagyon jó eredményekkel csinálják. Nálunk ez lassabban megy, mert talán pont azért, mert túl sok a támogatás. Tehát az olyan fajta támogatás, hogy vegyél gépet, vegyél azt. Ugye most elindult ez a digitális mezőgazdálkodás, meg minden, hogy most majd a műholdról megnézzük, meg pontosan négyzetméterrel megmondja, hogy hova mennyi műtrágyát kell szórni. Hát én gondolom, hogy ez sajnos egy, hát nem azt mondom, hogy átverés, de ennek az a lényege, hogy vegyél újabb traktort, vegyél fel hitelt. Tehát ez megint nem a földről szól, meg nem a növényről. Ez megint a pénzről szól. Tehát ezen az úton nem fogunk előbbre jutni. És aki eljutott oda, hogy hát most akkor mit csináljak? Nincs műtrágya. Örülök, ha visszajön az a pénz, amit beleraktam, akkor érdemes ezt csinálni. Mert ez egyre több ilyen ember van, aki elkezd keresni a lehetőséget, hogy mit lehet csinálni. És aki különösen ezen elkezd... abban az esetben, hogyha generációkon keresztül szeretné a gyerekeinek átadni. Igen. Mint ahogy azt nemrégen hallgattam egy beszélgetésben, hogy a szemléletváltásunknak ott kellene megtörténnie, hogy amikor mi mondjuk fát ültetünk, akkor azt nem is a gyerekeinknek ültetjük, hanem az unokáinknak. Igen. Hiszen mire az termőre fordul, mire megerősödik, igen, mi az unokáinkra, igen, kell, hogy gondoljunk. Úgyhogy valóban, igen, egy szemléletváltást igényel. Előbbre kell egy kicsit, föl kell emelni a fejünket, igen, egy kicsit előbbre, előbbre látni egy néhány generációt, és akkor el lehet indulni ezen az úton, és ebből két dolgot nem lehet kihagyni biztos, a húnysavakat, mert az nagyon gyorsan elindítja, elindítja a talajéletet, elindítja a tápanyagfelvételnek a hasznosulását, hogy ezek nagyon jó eredmények vannak, de ez még kevés, tehát itt a szerves anyaggazdálkodást, a mikrobiológiai életet a talajba visszajutatni, tehát ilyen step by step el kell indulni ezen az úton is, ezt nagyon gyorsan helyre lehetne tenni. És hogyha egészséges a talajunk, akkor egészséges élelmiszerekhez. Így van, onnan már következik. Így van, mert akkor azok a mikróbák föltárják a talajban lévő mikroelemeket, ásványokat, az bekerül a növénybe, bekerül az emberbe, és akkor elindul újra ez az egész körfolyamat. És hát ezt ugye az előbb mondtam a görögöket, hát ők is tudták azt, ez egy ilyen szlogán volt akkor is, hogy, hogy az ételed legyen a gyógyszered. És ez így van. Tehát, hogyha olyan ételeket eszünk, akkor az gyógyszer. Mert... Na és milyen ételeket kell lennünk? A beszélgetésünkből még annyi időnk van, hogy egy kicsit kifejtsük. A fermentáláshoz, a kovászoláshoz kapcsolható tudásanyagot, ami egyébként ősi tudás, hogyne, hiszen, hogyha visszanyúlunk nem csak a magyar, hanem az egyetemes konyhaművészetbe, mondjuk így, az étkezéshez, akkor szembe jönnek velünk ezek a folyamatok, amiket valamikor sokkal gyakrabban, sokkal elterjedtebben használtak, mint most. Visszatudunk-e hát ez volt az alapja az egésznek. Mindennek. Ugye ez is, ennek a lényegét úgy akkor lehet megérteni, hogy ott beszéltünk a mikrobiomról, a B-flóránkról. Ugye a B-flórában fermentálás folyik, gyakorlatilag ilyen teljesavas eljedésnek is mondják ezt, tehát leginkább ilyen folyamatok zajlódnak le. Tehát a baktériumok, a bennünk jövő baktériumok megfermentálják, megemésztik az ételt. A fermentálás is, én ezt úgy szoktam nevezni, hogy testen kívüli emésztést tulajdonképpen, mert ami a kovászban lévő kultúra, vagy a savanyú káposztában, vagy a kovászos uvarkában, azok a baktériumok, azok nagyrészt ugyanazok a baktériumok, amik bennünk is élnek. Tehát azok gyakorlatilag előemésztik az ételt, és már a bennünk élő baktériumoknak
kevesebb energiát kell erre fordítani. Tehát gyakorlatilag, és ugye a fermentálás során mi történik? Most nagyon egyszerűen fogalmazva, a baktériumok lebontják a rossz dolgokat, és jókat építenek helyettük. Tehát például lebontják a cukrot. Ugye, mert a gabonákban, a lisztekben rengeteg cukor van, tehát a keményítő, mint cukor. Tehát itt sokan azt hiszik, hogy az rendben van, nincs rendben. A sok gabona az nem jó. Nem jó úgy, ahogy van, azt meg kell kovászolni. És ugye a kovász, az igazi kovász, az úgynevezett hosszú kovász, az a 72 órás kovász, az lebontja a glutént is. Ugye ez most már nem kérdés, ezek be vannak azért bizonyítva. A nagyon sok gyümölcsbe, zöldségbe is nagyon sok a cukor. Például a cékla. Ugye, eztük jó, de rengeteg cukor van a céklában. Igen, és hogyha vasat szeretnénk pótolni, akkor közben szembesülünk igen, egy nagy adag cukorra. Vagy akár a sárga lép az ellenezőkben, mind sok cukor van. És ezeket lebontják a baktériumok, lebontják azokat a káros anyagokat, amik mostanában ilyen népbetegség szintre kezd emelkedni, az autoimmun betegségek, meg a szivárgóbél, meg az autoimmun, meg a cöliákia, meg a lisztérzékenység, tehát meg a sok allergiás probléma. Ezeknek gyakorlatilag mind az az oka, hogy kilukadt a bél. És ez a szivárgó bélen kívülre kerülnek olyan anyagok, amik allergia immunreakciót választanak ki a szervezetből, de gyakorlatilag a szervezet saját magát megtámadja. Az immunrendszer megtámadja azokat az idegen anyagokat, amik kikerültek a bélen kívülre. Ez egyébként azt jelenti, hogy az immunrendszer nagyon jól működik, tehát az autoimmun betegségek, ha működnek, ez azt jelenti, hogy jól működik az immunrendszerünk, csak kilukadt a bél, és olyan dolgok kerültek a bélen kívülre, amiknek ott semmi keresni valójuk nincs. Egyre több ilyen anyag van, ami sajnos támadja a bélfalat. A legdurvább az a glutén, de ezt nyilván mindenki ismeri. A másik, ami szintén búzában van, ez a búzacsira agglutinin, ami egy még a gluténnél is szerintem veszélyesebb dolog. És akkor meg lehetne fogalmazni akár egy olyan tanácsot is, hogy akik nem gluténérzékenyek, azok is táplálkozzanak gluténmentesen? Hát igen, mert előbb-utóbb sajnos olyan sok hatás éri most már a bélfalat, amik, és nem csak a glutén itt a probléma, mert ez a búzacsira agglutinin, ez még a gluténnél is veszélyesebb dolog. Ez a búza héjában van, tehát ebből az is következik, hogy mondjuk a teljes kiörlésű gabonák azok nem olyan jók, mint amit mi hisszük. Ezt ebben a hibában én is beleestem, aztán megtanultam, megértettem, hogy nem a teljes kiörlésű gabona. Az nem igaz, ez nem jó. A legjobb a fehér kovászos. A fehér kenyérön, tehát mondjuk egy boltba vett nem kovászos fehér kenyér, az megint nem jó, mert az meg gyakorlatilag tiszta cukor az de egész. De a kovászos fehér de a kovászos kenyér, fehér, az igen, az igazi. Illetve sajnos mostanában ez a GMO dolog, ez olyan szintre emelkedett, hogy a GMO az azt jelenti, hogy genetikailag módosított igen dolog, tehát a DNS-ébe a növénynek beleültetnek idegen géneket, és ezeknek az idegen géneknek a több mint 80%-a úgynevezett lektin. Ezek a lektinek azok a fehérjék, amik képesek kilukasztani a bélfalat. A glutén is egy lektin, de rengeteg más van. Tehát az összes babfélékben lévő lektinek, akkor sajnos a paradicsom, a paprika, ezekben mind vannak lektinek, mert ezek a növények, ezek az európai ember konyhájában Kolumbusz óta vannak jelen. Tehát ezt onnan hoztuk. Az európai ember bélflórája nem tud felkészülni ezeknek a megemésztésére. És ki kell vonnunk az étkezésünkből, vagy hát vannak technikák, amikkel lehet őket semlegesíteni. Az egyik a kovászolás, vagy a fermentálás, mert a fermentálás is lebontja ezeket. A babféléknél például a kuktába főzés. Ha kuktában megfőzzük, ott lebomlik a babban lévő lektin, amit úgy hívnak, hogy ricina, egyébként az a ricinus is ebből van a nép. Ez egy nagyon veszélyes, főleg a zöld babban, most nem a zöld bab, hanem az éretlen babba, ott vannak ezek a ricinek, de ha a kuktában megfőzzük, lebomlik. Vagy a paradicsomnak, ha lehúzzuk a héját, akkor úgy sem tudjuk semlegesíteni. És a dél-olaszok itt csinálják, tehát ők mindig lehúzzák a héját, meg kiszedik a magot. És akkor utána már rendben van a paradicsom.
Ezek nagyon hasznos tanácsok. A krumpli például sajnos. Hát szintén kolumbusszal. Az kolumbusszal jött, és ha én ezt így megnéztem, hát az európai étrendnek a 90%-a az kolumbusz hozta. Vissza kell térnünk. Nem ez volt az mi eredeti étkünk, tehát mondjuk egy 400 évvel ezelőtt egy megnéznénk egy malacot vagy egy disznót, az nem is tudná értelmezni a mostani tápokat. Mert kukorica, szója, ilyenek vannak, ezek keletetik. Ezt ő nem ismerte genetikailag, mondjuk pár száz évvel ezelőtt. És ráadásul még csak nem is az, hogy kukorica, hanem még génmódosított szója meg kukorica. És itt van visszaút, tehát ez vissza lehet ezt vinni az eredetire, meg hát az emberi étkezésbe is. Amikor írtunk a Somlós Rajossal ezt könyvet, ez az Eljesztett Étkeink című könyv, én utána néztem ennek, hát a mi ősi, tehát a szkíta hun magyar világunkba, az ősi világunkba a fermentálás az alap volt. Hát, ugye az ősi, az ázsiai kultúra megőrizte ezt. Mi ezt itt kicsit elvesztettük, ezt a fonalat, megmaradt a kovászos kenyér, meg a savanyú káposzta gyakorlatilag. De ez ennél sokkal több volt, és az ősi kultúrákban, Egyiptomban és a sumériaknál is megvannak a nyomai, hogy majdnem mindent fermentáltak, még a húst is, a halakat, mindent. Tehát ugye ennek egyrészt az volt az oka, hogy nem volt hűtőszekrény, és a fermentálás a tartósít is. Tehát a keletkezett teljesen tartósítja a dolgokat, de ennél sokkal több is volt. Tehát nem volt hatalmas tudásanyagról van szó. Sajnos a fél óránk az nem elegendő. Nem elegendő arra, hogy részletesen átárgyaljuk. Arra viszont igen, és meggyőződésem, hogy ebben most sikert könyvelhetünk el, hogy felkeltsük a nézők figyelmét. Hát, felkeltsük mindenki figyelmét arra, hogy van visszaút az egészséges étkezéshez is, csak kénytelenek leszünk utána olvasni, utána kérdezni. Bízom benne, hogy a magbőrzén jól érezte magát, és viszont láthatjuk itt Magyar Kanizsán. Igen, örömmel jövök. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A jövő héten szintén közéleti témával várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.